Magyar falu program. Korszerűbb lett a halimbai iskola. Polgárőrszolgálat. Népszerű a kutyás tagozat. Virágos Magyarország. Már a második rangos díj a csabrendeki iskolakertnek. Adomány. Ad és gyűjt is a katolikus Karitász. A Balaton, a Balatonfelvidék, Sümeg és térségek körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. A Zóna Körzeti Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket! Műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom kábelszolgáltató digitális rendszerén. Ezen kívül már Tapolcán, Tapolca-Diszelben is láthatnak bennünket, valamint a Magyar Telekom előfizetői is találkozhatnak velünk. Mindez azt jelenti, vételkörzetünk már több mint 80 településből áll. Mai adásunkban is a Balatonfelvidék, valamint Sümeg és térsége eseményeiről készítettük híranyagainkat. A Magyar Falu Program keretén belül kiemelt cél az iskolák fejlesztése. Ez valósult meg nemrégiben Halimbán is. Az iskola tornatermének vizes blokkját és öltözőjét sikerült megújítani pályázati forrásból. Az ünnepélyes átadáson részt vett Fenyvesi Zoltán, országgyűlési képviselő is. Egy korábbi támogatásból újult meg a tornaterem 2015-ben, most pedig a mosdó helyiségek felújítására kerülhetett sor. Megszépültek és komfortossá váltak az öltözők, a zuhanyzók. Az ünnepélyes átadón a halimbai iskola diákjai sportos bemutatóval készültek. Az iskola fenntartás ma nem önkormányzati feladat, hangsúlyozta köszöntőjében Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, azonban fontos, hogy a településen élő családok gyermekei milyen körülmények között tanulhatnak. Ezért tartotta a kormány a Magyar Falu Program keretében fontosnak, hogy az intézményeket is támogassa, és az intézmények felújítására is adjon pénzt és lehetőséget. Így került sor a tavalyi évben a Magyar Falu Program kiegészítésére, és intézmények felújítására, a tornatermek felújítására lehetett támogatást beadni, és a Pápai Tankerületi Központ a Halimbai Iskola felújítására, a tornatermének felújítására adta be a támogatást, és nagyon örülök annak, hogy ez megvalósulhatott, és nem csak a gyermekek, nem csak az itt tanulók használhatják, hanem természetszerűen az itt élők, a faluban élők is tanítási időn kívül használhatják a tornatermet, és az ő boldogulásukra, az ő testi épségük javítására és sport szeretetére is jó lehetőséget adott ez a fejlesztés. Ugye egy település életében az egyik legfontosabb dolog az, hogy a gyerekeinknek a megfelelő körülményeket tudjuk biztosítani az egészséges növekedésükhöz és a fejlődésükhöz. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az elkészült bölcsődénk, óvodánk és az iskola is ehhez megfelelő feltételeket biztosítson. Az iskola a támogatás keretében több mint 14 millió forintot nyert el. Ez biztosította a felújítás költségeit. A köznevelési törvény az általános iskolai tanulóknak heti 5-es nevelés
órát ér el hetente, és ez nekünk nagy segítség, hogy kulturális körülmények között tudjuk ezt a tanulóinknak biztosítani. Délelőtt heti 3 órában testnevelés óra keretében vesznek részt a tanulóink, diákjaink testnevelés órákon, délután pedig a különböző érdeklődési köröknek megfelelő sportfoglalkozásokon szentelhetik az idejüket, illetve érdeklődés körüknek megfelelően a mozogni vágyók. Jelen volt az átadási ünnepségen a pályázó Pápai Tankerületi Központ igazgatója, aki hangsúlyozta, hogy 2020-ban átfogó állapotellenőrzést hajtottak végre az intézményekben, s megállapították, hogy a Halimbai iskolában szükségszerű a felújítás. Ehhez szerencsésen párosult a Magyar Falu program. S bár mindig vannak fejlesztendő területek, ebben az iskolában elmondható, most a legfontosabb feltételek adottak. Az Országos Polgárőr Szövetség kutyás tagozata hagyományosan Sümegen tartja 2 évente kötelező tréningjét. Elméleti és gyakorlati képzésben van részük ezeken az alkalmakon a kutyás polgárőröknek, majd vizsgáznak is. A fő szempont az engedelmesség, őrzővédő, valamint ügyességi feladatokat kell megoldaniuk a 4 lábú szolgálati kutyáknak. Lábhoz ide! Lábhoz! Szebbnél szebb polgárőr kutyákat láthattunk a belváros egyik parkjában. Akár szépségversenyt is hirdethettek volna, ám ezúttal egészen más feladataik voltak a polgárőrség kötelékébe tartozó kedvenceknek. Ez kimondottan egy kutyás tréning, a vizsgával rendelkező polgárőr szolgálati kutyáknak egy tréningje. Azt tudni kell, hogy 2 évente kell vizsgáztatni a szolgálati kutyákat, hát és 2 év után újra meg kell csinálniuk a vizsgát, és így szervezzük ezeket a tréningeket országos szinten, hogy fel tudjuk készíteni a kutyákat a vizsgákra. Ezen az alkalmon 4 megyét képviselték a kutyás tagozat tagjai. Veszprém megyén kívül Komárom-Esztergom, Győr-Moson megye és Pest megye kutyásai érkeztek Sümegre. Minden a vizsgaszabályzat alapján történt. Első az engedelmesség, hogy a kutya szófogadó legyen, és mindenkor engedelmeskedjen a kutyavezetőnek, majd utána az őrzővédő és az ügyességi gyakorlatok következnek. Szeretném, hogyha Magyarországon a közbiztonság javulna, és én arra gondoltam, hogy itt, mint sümegi kutyáspolgárőr, mindenképpen itt a helyem. Tehát ezért tartom fontosnak, hogy itt kell, hogy legyek. 2018-ban alakult meg a polgárőrség kutyás tagozata, akkor 11 szolgálati kutyájuk volt. Fejlődésüket jelzi, hogy mára ez a szám 84-re gyarapodott. S nézzük a főszereplőket, mely fajtájúak a legjobbak ezekre a feladatokra. A német juhász malinois, ami a legkézenfekvőbb, alapvetőbb, de itt most látunk amerikai Staffordshire terriert is, kúaszt is és keverékkutyát is. Nemrégiben beszámoltunk nézőinknek arról, hogy a Csabrendeki iskola gyakorlókertje országos díjat nyert a Magyarország legszebb konyhakertje programban közösségi kategóriában. Néhány nappal később pedig az is kiderült, a Virágos Magyarország vetélkedésben ugyancsak kiválóan szerepeltek. Nézzük, mi a titka az iskolakertnek. Ezek a fotók még akkor készültek, amikor teljes pompájában ragyogott az iskolakert. Jó látni a gondosan művelt területet, az ágyásokat, virágokat. Ez a kert 2 nagy díjat hozott a Csabrendeki iskolának, ezáltal az egész községnek, bár nem a díjakért teszik a dolgukat mindazok, akik éltetik ezt a növénykertet. Az iskolakert a mindennapi munkánk része. A technikatantárgyunkhoz nagyon szorosan kapcsolódik. Az idei évben csúcsosodott ki az, hogy az korábbi fejlesztések, munkáknak tényleg megjött a gyümölcse, beérett a gyümölcse, és idén már másodszor jutottunk el addig a pontig, hogy elismerésben részesült iskolakertünk. A Virágos Magyarország versenyt a Magyar Turisztikai Ügynökség hirdeti meg évről évre. A programba az önkormányzat nyújtotta be a pályázatot. Ebben a versenyben nagyon sok kategóriában értékelték a pályázókat, és egy Emmis külön díjat, az ország legszebb iskolakertje címet kaptuk meg.
erre csak büszkék lehetünk. De igazán a büszkeséget, a legnagyobb büszkeséget én azt hiszem, nem én mondhatom ezt el, hanem azok, akik a mindennapi munkájukat beletették, és itt azért meg kell említenem Német Györgyet, iskolánk pedagógusát, aki végül is az itt folyó munkát maximálisan koordinálja, mentorálja. Ő fogja össze a szülőket, ismerősöket, falubelieket. Ő az egésznek a motorja. És én azt hiszem elmondani, hogy nélküle talán ez ide nem is jutottunk volna el. Nagyon sikeres volt az iskolakárttal kapcsolatos tevékenységünk, és jó érzéssel nyugtáztuk az eredményeket. Mit szólnak a gyerekek ehhez? Azok a gyerekek, akik rendszeresen itt szoktak dolgozni, hogyan értékelik ezeket az eredményeket? Hát nagy örömmel hallották a híreket, meg újságolták, nekem is látták a televízióban is a múltkori riportot, úgyhogy büszkék rá, mondtam is, hogy büszkék lehettek rá, hogy ezzel a kárttel rendelkezünk, és lehetőségetek van nektek is itt tevékenykedni, ismerkedni a növényekkel, gondozni, és hát országban híre van a kiskertünknek. Azt gondolnánk így ősz végén, tél elején már semmi tennivaló nincs, ám másképp vélekedik erről a kert gondozásában élen járó pedagógus. Teljesen még most sem hagytuk magára a kertet. A héten is voltunk kint a gyerekekkel, a diólevelét takarítottuk össze, illetve az őszi szünet során is jöttek segíteni kis szakköröseim. Madárodukat, madáretetőket raktunk ki a fákra, és örömmel nyugtázták ők is, hogy már lakói is vannak az odónak, illetve megtalálták az eleséget a madarak az etetőben. Természetesen már formálódnak a tervek tavaszra is. 300 000 forintot nyertek el a díjjal, ebből kerti sütögetőt, grillezőt terveznek, valamint az iskola kert kapujára tájékoztató táblát helyeznek el, ezt már turisztikai céllal. Egy újraavatót is terveznek a fél évszázados múltra való tekintettel. Mit gondol azzal kapcsolatban, hogy könnyebb lesz a gyerekeket motiválni az idei sikerek fényében a következő években? Hát remélhetőleg, hogy igen, hozzájárul ez is, de nem volt hiány eddig sem a motivációjukban, mert mindig szívesen jöttek a kertbe. Akkor is, ha éppen nem találtak olyan finomságot, amit elfogyasztattak, de jól érzik itt kint magukat, és szívesen segítkeznek. A Katolikus Karitás székesfehérvári központi raktárába Németországból érkeztek legutóbb adományok. Sokféle használati tárgy, köztük iskolapadok is, melyekből a szervezet a Sümegi Ramazet Tervince testnevelési általános iskolának is adott egy osztályteremnyi mennyiséget. Ezzel együtt indul az Angyalbatyú program, melynek keretén belül a diákok cipős doboznyi segítséget tudnak adni hátrányos helyzetű családoknak. Begördült az iskola elé a Caritas autója, s benne újszerű állapotban iskolapadok. A felsős diákok segédkeztek a lepakolásban. A padok állítható magasságúak, alsó tagozatosoknak szánják. Nagyon sokféle dolog volt ebben a szállítmányban, a ruhától a bútoron keresztül az elektromos háztartási gépekig. Játékok, édességek, nagyon sokféle dolog, amit a munkatársaim folyamatosan szállítanak a településen működő csoportjaink felé, az önkéntesek pedig tovább juttatják ezt. Nagyon sokszor nyilván, amit gyűjtünk vagy adományba kapunk, azt mindig igyekszünk továbbadni a legmegfelelőbb helyre, és azt gondoltuk, hogy most itt lesz a Sümegi iskolában a legjobb helye ezeknek a padoknak. Az adomány, mely most a Sümegi intézménybe érkezett, jól jön egy osztály bútorainak cseréjéhez. Folyamatosan fogynak a 2010-es felújításba kapott iskolapadjaink, úgyhogy nekünk ez a Caritas felajánlása László atyán keresztül nagyon nagy segítség, hiszen tudjuk pótolni az elhasználódott, leamortizálódott padokat. Feltétlenül az alsó tagozat számára szeretnénk ezzel pótlást biztosítani, lehetővé téve, hogy gyerekeink kényelmes és megfelelő felszereltségű termekbe tudjanak tanulni, és ez, ahogy látjuk, egy nagyon jó állapotban levő padok, emelhető magasságú, ami nagyon fontos, hiszen
gyerkőcök folyamatosan nőnek, tehát akár 2-3-4 évig is tudjuk használni egy-egy adott teremben. Az iskola rendszeresen már 6. éve készül az Angyal Batyú elnevezésű segélyprogramra. Egy cipős dobozban gyűjtenek a gyerekek különböző apró ajándékokat, tartós édességet, egy kis játékot, becsomagolják, és ráírják, hogy kisfiúnak, kislánynak, hány éves gyermeknek szánják. Ezeket a dobozokat a mi iskolánk is gyűjti. 6 év alatt minden évben csatlakoztunk a programhoz, és elmondhatom, hogy nagyon-nagyon szép számmal volt, hogy közel majdnem 200 dobozt is összegyűjtöttek a gyerekek, és olyan öröm látni, hogy szívből hozzák, és elmondják, hogy édesanyával, édesapával együtt készítették. Advent folyamán a jövő héten hirdetjük meg mi is, és várjuk egészen december elejéig a gyerekektől ezt a kis ajándékot. Az együttműködés tehát jól működik a Caritas szervezet és az iskola között. És ez minden bizonnyal azt eredményezi, hogy sok gyermeknek, sok családnak tudnak örömet okozni az adományokkal, és mint látható, nem is mindig, csak karácsonykor. Hosszú távú együttműködés alakult ki a Sümegi mentőállomás és egy helyben működő vendéglátóegység között. A múlt év tavaszától a mai napig biztosítja a vállalkozás az ebédet a szervezet számára. Mindezért köszönetképpen a mentősök is meglepték az egység tulajdonosát. Az egészségügyi intézményekben a szakemberek a COVID-járványhelyzet alatt megfeszített munkát végeztek. Áldozatos tevékenységükért nem vártak külön köszönetet, ám a hála és az együttérzés jól esett mindenkinek, aki ezen a területen dolgozik. Legtöbb esetben az volt, hogy bementünk dolgozni, és szinte egész nap a védőruhába töltöttük a munkaidőt. Akkor 2020 tavaszán több cég és vállalkozó adott ajándékot az egészségügyi intézményeknek, nem csak a Sümegi mentőállomásnak, más mentőállomásoknak, illetve ha jól tudom, kórházaknak is ételt, italt hoztak nekünk, ami nyilván nagyon jól esett nekünk, sőt esténként még tapsoltak is az ablakból. Nyilván ez nagyon jó első érzés volt, hogy ennyire szolidaritnak velünk a lakók, de ezt természetesen el nem vártuk. A mentőállomás dolgozói pedig Sümegen még egy önzetlen felajánlást is kaptak. Ez először 2020. március 17-én történt. Ekkor kereste meg a vállalkozó a mentőállomás vezetőjét azzal, hogy biztosítja minden nap a szolgálatban lévőknek a meleg ebédet. Ez attól fogva már több mint másfél évben keresztül így működik, és minden délben Tamás ételszállítói hozzák nekünk a Sümegi mentőállomás dolgozóinak 4 főre a meleg ebédet, levest és főételt, sőt, azzal még Tamás meg is turbózta, hogy még választhatunk is a menüből, tehát ki mit szeret, azt fogyaszt. Ez már több mint másfél éve így van, és a többi felajánláshoz képest, mert voltak azért ilyen tiszavirág életű felajánlások, úgy azt látom, azt tapasztalom, hogy elmaradoznak, de Tamás még azóta is gondol ránk, és azóta is szállítja nekünk az ebédet. A vállalkozó azt hangsúlyozza, egyszerűen természetesnek gondolta, hogy saját lehetőségeivel segíti a mentősök mindennapjait, és ez tart azóta is. Arra azonban nem számított, hogy viszonzást is nyer önzetlen adakozása. Amikor a napokba behívtak, akkor láttam az asztalon letakarva egy valamit, ami hatalmas meglepetés volt, mert mi pont egy ilyen cégért szerettünk volna már csináltatni, de ilyen tökéletes minőségben, tehát hatalmas, nagyon szépen köszönjük ezt a meglepetést és ezt az ajándékot. Mikor nap mint nap rátekint itt az üzlet bejáratánál, akkor milyen gondolatai vannak? Hát egyértelműen, hogy ezt említettem is, mikor nem tudtam szóhoz jutni, mikor lehullott a lepel róla, hogy ilyen ajándékot szerintem még nem kaptunk, ami ennyire betalált volna, mind minőségben, mind a témában, mind a tárgyában. A kiváló mívességgel megalkotott cégér pedig az üzlet bejárata fölött minden bizonnyal jó sokáig hirdeti kimondatlanul és szerényen, hogy adni jó, adni öröm. A mentősök ezekben a napokban és hetekben sem pihennek, tennivalóik ismét megszaporodnak. Egy-egy fárasztó nap után jól esően nyugtázzák, hogy vannak embertársaink, akik figyelnek rájuk.
A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon. Ebben az időszakban előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet oltásra menni. A legfontosabb, hogy mielőbb vegyék fel az oltást, hiszen egyedül ez jelent védelmet a betegség súlyos lefolyása ellen. A beoltottak kevesebb, mint 1%-a betegszik meg, és általában jóval enyhébb tünetek jelentkeznek. Mindenkinek kötelező a maszkviselés november 15-től valamennyi kormányablakban és kormányhivatali ügyfélszolgálaton. Az ügyfeleknek és az ügyintézőknek egyaránt kötelező a szájat, valamint az orrot eltakaró maszkot viselni. Az intézkedés célja az emberek egészségének megóvása és a koronavírus terjedésének csökkentése. December 9-éig különleges programok, a csendnapok várják az elmélyülni vágyókat és a tudományművészet iránt érdeklődőket Veszprémben a Dubnicai palotában. Lehetőség nyílik csendsétára a vár körül, megismerkedhetnek a résztvevők a figyelem művészetével, csendkiállításra és teaszertartásra is jelentkezhetnek. Terveznek a szervezők művészetterápiás foglalkozást, és lesz majd zenés beszélgetés is. Kedves nézőink, a híradó után televíziónk magazin műsora következik. Ismét érdekes témákkal várja önöket mai műsorvezetőnk Iván Anna. Köszöntöm nézőinket! Járókelővel kezdünk, megkérdeztük, mennyire örülnek az emberek a nyugdíjprémiumnak. Ezután egy kis visszatekintés. A 2006-os budapesti események alapján készült politikai krimi ezekben a hetekben került a mozikba. Ajkán is vetítették, ahol Navracsics Tibor választókerületi elnök mondta el személyes véleményét. Ezután libás témák következnek. Megmutatjuk, hogyan mulattak a legkisebbek Nyirádon és Csabrendeken. Végül pedig Scherer Péter színművésszel találkozhatnak nézőink. Mindez csak itt, a Zóna magazinban. Tartsanak velem! Jövök a híradó után. Kedves nézőink, most nézzük az időjárás előrejelzést. Műsorunk a vmeteo.hu támogatásával jött létre. Cseh Zoltán szerkesztő következik. Köszöntöm a Zóna TV nézőit! Az elmúlt időszak gyakran borongó, szürke, ködös időjárását változatosabb időszak követi. Nézzük mindezt részletesen. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, többnyire erősen felhőségre tekinthetünk fel, kevés napsütéssel, mérséket északnyugati szél fúj, a hőmérséket reggel 6, délután 10 fok körül ígérkezik. Pénteken változóan felhős ég mellett általában gyenge marad az északnyugati szél, a hőmérséket 2 és 10 fok között mozog. Szombaton napos és felhős időszakok váltakoznak, mérsékelt időnként élénk széllel, a reggeli órában 2 fok valószínű, délután 10 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A vasárnap sok napsütés tartogat, fagypont közelében lesz a minimum, délután kevéssel 10 fok felett áll meg a hőmérő higanyszála. A jövő hét első felében a mostani számítások szerint hidegebb levegő érkezik fölénk, gyenge fagyokkal indulnak a reggelek, és a csúcshőmérséklet közelebb lesz az 5 fokhoz, mint a 10-hez. Köszönöm a figyelmet! Nézzük legfontosabb híreinket ismét röviden. Magyar falu program. Korszerűbb lett a halimbai iskola. Polgárőrszolgálat. Népszerű a kutyás tagozat. Virágos Magyarország. Már a második rangos díj a csabrendeki iskolakertnek. Adomány. Ad és gyűjt is a katolikus karitász. A
Balaton, a Balaton felvidék, Sümegés térsége körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4-keretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink, a digitális kábelrendszeren, tehát a televízió készülékeken minden reggel 8-kor, 12 és 15 órakor, valamint este 7 órakor láthatják ismétléseinket. Műsorainkat visszanézhetik közösségi oldalunkon. Kövessenek minket, kérjük, jelöljék ismerősnek a Zóna TV-t. Érdemes honlapunkra kattintani, ez a jól ismert zonatv.hu, és böngészni korábbi anyagaink aktuális híreink között. Most következik a Zóna magazin. Legközelebb is várjuk Önöket. Viszontlátásra!